Magyarországon az első Bahá'ínak Vámbéry Ármint a neves kelet kutatót tekintjük. Ő 1913-ban Budapesten találkozott a vallás alapító Bahá'ullah legidősebb fiával, Abdul Bahá'val, aki azért járt itt, hogy édesapja tanításait hirdesse. Tehát ő volt az első. Aztán a világháborúk során, illetve utána kicsit megtépázódott a magyar bahái közösség, úgyhogy igazából a rendszerváltásig nem is beszélhetünk bahái közösségről Magyarországon. Illetve a 80-as évek végén, 90-es évek elején kezdett el nőni a bahái közösség, és 1992-ben választották meg az első magyarországi bahái országos szellemi tanácsot. A bahái vallásban nincsenek egyéni vezetők. Igazából tanácsok, testületek vannak, akik igazgatják a bahái közösségek munkáját, lelki életét, fejlődését. Helységenként helyi szellemi tanácsok, országonként pedig országos szellemi tanácsok. Ezek 9 tagú testületek, akiket évente választanak titkos, demokratikus választással. Minden nagy világvallásnak van egy új naptárrendszere, és ez a bahái vallásban is így van. A bahái naptár 19 hónapra osztja az évet, és minden hónap elején a bahái közösségek úgynevezett 19 napi ünnepeket tartanak. Ezeken az ünnepeken a bahái közösségek tagjai, a hívők találkoznak a szellemi tanácsok képviselőivel, és együtt tanácskozzák meg azokat a kérdéseket, amik fontosak a közösségek lelki fejlődésében, illetve a munkájukban. Ez a 19 napi ünnep, ez egy központi esemény a közösségek életében, de minden egyén, ahogy akar, ő saját maga tarthat ima találkozókat, ahova meghív bárkit. Ezek nyitottak bárkinek, tehát nem csak bahájoknak. Illetve ezen kívül talán még, hogy 11 szent nap is van a bahájok számára, amiket persze megünnepelnek. Ilyenek a Bahá'ullah életével kapcsolatos évfordulók, vagy március 21-én például az új év is. Az új év az mindig március 21-én van, ezt megelőzi egy 19 napos, illetve egy hónapos, a bahái naptár szerint egy hónapos böjti időszak, ami felkészíti a bahájokat arra, hogy lelkileg, illetve fizikailag is megfrissülve kezdjék az új évet. A bahái tanítások szerint egyetlen Isten létezik, és a vallások alapvető lényege is ugyanaz. Bahá'ullah tanításai szerint a Föld egy ország, és az emberiség a polgárai. Az egység, az emberek egysége, a nemek és a különböző népek közti egyenlőség, illetve az a tanítás, hogy az emberek szabaduljanak meg az előítéleteiktől. Ezek mind utat mutatnak, a bahájok úgy gondolják, utat mutatnak a világbéke megvalósításához. Az adományozást úgy tekintik, mint egy lelki kötelességet. De mindenki, ha adományozni akar, a saját lehetőségeihez képest adományoz. Tehát ez senki nem kényszeríti, ez teljesen önkéntesen annyit ad, amennyit akar ahhoz, hogy a bahái hit munkáját segítse. Mit ábrázol a táblán, imakönyvben, kiadványokon látható logó? Azt hiszem, hogy a csillagra gondolsz, a kilencágú csillagra. Ez végül is egy jelképe annak a bahájok szerint a vallások egységének, hogy minden vallás egytőről fakad, és a kilenc ág végül is a különböző isteni megnyilvánulásokat jelképezi. Annak örülnék legjobban, hogyha az egész országban hallhatnának Bahá'ullah tanításainak szépségéről, és arról, hogy ezeknek milyen átformáló erejük van az ember életében. Hogy milyen erős útmutatók lehetnek a mindennapokban, a nehézségekben, az örömökben. Azt hiszem, ez lenne az álmom.